Kidőlt, jégbefagyott fák, csúszós utak, kimaradó áramszolgáltatás. A tegnap esti ónos eső ma reggelre káoszt okozott az ország több pontján. Településeket kellett teljesen lezárni a jég okozta vészhelyzet miatt. Egész falvak zuhantak vissza, egy nap alatt egy évszázadot, az áramszünet és a mobil hálózatok akadozásai miatt. Több településen is jártunk, először Vidos Mihály tudósít a Budai-hegységből. A kollégák azt mondták, hogy fölmehetünk a Korányi Kórházig, de a kollégák visszazavartak, úgyhogy most fogalmunk nincs, hogy merre tudunk eljutni. Mindenkit visszafordítanak a rendőrök a Budakeszi úton ma reggel. Még a sürgősségi betegellátás sem mehet fel. Az utcárnál még nem látszik, de feljebb hatalmas, jégbefagyott fák lógnak be az út fölé. A tűzoltók gőzerővel vágják a veszélyes ágakat, de rengeteg még a dolguk. Ekkor még olyan része is van az útnak, ahová a tűzoltók sem mernek felmenni, mert bármikor rájuk szakadhatnak a fák, amelyek nem bírják el a több mázsás extra terhet. Néhány kilométerrel odébb a Nagykovácsi felé vezető utat is lezárták. Nagykovácsiba mentem volna, de hát most akkor mehetek haza. Borzalmas. És gyönyörű ugyanakkor. Néhányan más megoldás hiány gyalog vágnak neki a nagyjából 3 kilométeres útnak. Mi is csak a tűzoltóság segítségével jutunk be a faluba. A kollégáik még mindig egész fákat takarítanak el az utunkból. Nagykovácsi határában újabb útzár. Ez az ott lakókat akadályozza, hogy elhagyják a falut. Minden fára vastagon ráfagyott a jég. A templom egyik nagy fája is leszakadt a súlytól. Van, aki éjszaka óta egy jeges bokron keresztül tud csak hazajutni. Autókra és villanyvezetékekre is rászakadtak a fák. Áram pedig már közel egy napja nincs. Nagykovácsi egy pillanat alatt, mintha a 20. század elejére csúszott volna vissza. Bai Gábor két kisgyerekével és a feleségével vacogta át az éjszakát. 15 fok van itt most bent. A házukra és a garázsukra is fa dőlt, de a károkat még nem tudta felmérni. De a legjobban a tájékoztatás hiányzik neki. Ma reggel ugye mentem el dolgozni, lent a faluszéléből ott a rendőr mondta, hogy se kisebe, le van zárva az egész. És kérdeztem, hogy és akkor mikor nyitják meg? Mondta, hogy nem tud információt, de egy érdeklődjünk, illetve hát, hogy a médiából megtudjuk, a tévéből. Van a tévéből, hát nincs áram a faluban. Hát eléggé kétségben van esve a lakosság, hivatalosan is katasztrófa helyzet van, igyekszünk mindent megtenni. A falu polgármestere az egyik óvodát jelölte ki melegedőnek. Itt teát, szendvicset és csokit osztanak az embereknek. De talán ilyet is ritkán látni. Így néz ki, amikor egy egész falu egy generátorra kötött közös hosszabbítóval próbálja meg feltölteni a telefonját. Persze az áramszünet miatt a térerő is esetleges. Kiszállni Mohos Katalin szerint a bizonytalanság a legrosszabb ebben a helyzetben. Kiszámíthatatlan, hogy meddig fog ezt tartani. Az elmúlt teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy a legfontosabb az lenne, hogy az áram helyreálljon, mert amiatt van a többi probléma is. Dolgoznak rajta folyamatosan, de sajnos nem tudják előre megmondani, mert mindig újabb és újabb esemény lép be, ahogy kidől egy új fa és elszakad egy új vezeték, akkor indul újra minden előről. Bár a faluban olyan rémhírek is terjedtek, hogy csak csütörtökre lesz áram, a távozásunk után nem sokkal mégis vissza tudták kapcsolni a szakemberek. Aki tud, maga próbálja eltakarítani a romokat, de minden bizonnyal több hét lesz, mire minden visszatérhet a normális kerékvágásba. Ez van. Természet az ilyen, és mindig kell ellene küzdeni, de hát ő győz. Megváltozott az életünk, az biztos. Az elmúlt 12 évben nem volt ilyen súlyos helyzet, ami itt van. Délutára fél Nagykovácsi autójában ülve várja, hogy kiengedjék a faluból, de ugyanekkorra újra elerett az eső, vagyis könnyen lehet, hogy holnap az egész tortúra kezdődik majd előről. Vidos Mihály, Hír 24.